Egy gumikasszállító román kisbusz borult fel az M5-ös autópályán Petőfi szállás térségében szombaton éjszaka. Szeged felé haladt a kisbusz, amikor eddig ismeretlen okból felborult és a külső sávot elfoglalta. Információink szerint valószínűleg elaludhatott a sofőr útközben. A járműben csak a sofőr ült, ő kisebb zúzódásokkal megúszta a balesetet. A helyszínre mentő is érkezett, de az végül nem vitte el a középkorú férfit. A kiérkező tűzoltók a járművet áramtalanították. Szerencsére a sötétben felborult kisbusznak senki nem ütközött neki.